Kányádi Sándor, az okoskos. Lucskos, latyakos ősz vége volt, akár csak most. Mikor vásárra vittek egy kost. Szép nagy állat volt, fajtiszta racka, sajnálta is nagyon a gazda, de nem volt mit tenni, mivel a kos nem tudott viselkedni. Mindig tilosban járt, s volt úgy, hogy hetekig odahált. Máskor meg naphosszat tekergett kedvére, mint akinek nincs meg a leckéje. S mikor már rosszat gondolhattak volna, hogy most aztán vége. Farkas vagy medve, valami megette, csak előállt, mintha mi sem történt volna. Tűrt, tűrt a pásztor, aki egyébként jámbor ember hírében állott, s még büszke is volt olykor a kosára. De egyszer csak megelégelte a dolgot. Tarisznyát vett a vállára, szarvon fogta a kost, s elvitte a szóban forgó őszi vásárra. Tetszett a kosnak a vásár, s hogy annyi újat láthat. Kíváncsiságból szarvára is vett egy mézes kalácsos sátrat. Lehet erre nagy riadalom, lárma, vigyázzon ember a kosára, ha már nem tudta megnevelni. Erre a pásztor a kosnak, kalácsosnak, a kalácsok meg a földre estek. Kicsin múlott, hogy össze nem verekedtek. Aztán meg a garázdakos egy kofa kosarára vetett szemet, s dézsmálni kezdte, mint egy mihaszna kecske, hogy kerülne már rúdra a bőröd, eképpen zsörtölődött a most már egy cseppet sem jámbor pásztor, hogy lenne belőle pörkölt, te ördög, te átok, s nyomatékul botjával reávágott. Mód felett mulattatta a népet a látvány, de most valaki hozzájuk lépett. Pörköltet mondott, bátyám, úgy legyen, mészáros vagyok, s a kos ezennel megveszem. Meg is vette, sokat nem alkudoztak, indulni kellett már is a kosnak. Indult a pásztor is megkönnyebbülten, na végre, hogy tőled is megmenekültem. Haza is ért, még délre, s hát ki jön szembe véle az udvaron, ki az ördög? Kos ez, nem pörkölt, nem bizony gazdám, volt eszed, de nekem is voltám. Mint eddig sose tettem, ezennel megjelentem. Meghalni nem volt kedvem, s mikor észrevettem a hentes kését, menten a hátuljának mentem, s késével, mit megfent, szépen a sárba nyekkent. Tám még most is ott van a pocsban, hol van az előírva, hogy buta minden birka. A vásár különben szép volt, én szeretem a cécót. Próbált még néhányszor túladni rajta a pásztor, vitte vásárról vásárra, de hiába. A kosból nem lett pörkölt, a pásztor meg csak zsörtölt, s hűséges barátok lettek, mire megöregedtek.